láthatunk, biztos otthon is, ugye? Kreatív együttlétet, élménygazdag napközi stábort szervezett a Gyulafehérvári Caritas Vidékfejlesztés Egyesülete Gyergyószentmiklóson. A tanggazdaság udvarán a gyerekek arról szereztek új ismereteket, amiket nagyszüleik, dédszüleik életformaként műveltek. Megtanítani a gyerekeket a gazdálkodás szépségeire, kenyérsütésre, gyümölcstermesztésre, gyógynövénytermesztésre, sajtkészítésre. Tehát az állatok adják a tejet. Elsőként azt tanították meg a 18 kisiskolás korú táborozónak, hogy különbséget tudjanak tenni a természetes, a kézzel készített és az ipari termékek között. Cél volt az is, hogy tudatosítsák a nagyszülők hagyatékát, megművelni a földet, abból értéket teremteni, a legcsodálatosabb dolog a világon. Nagyon sok szakmának adott régebb a mezőgazdaság teret. Itt volt a szűcs, itt volt az állatorvos, a kertész, különböző kézművesek dolgoztak a mezőgazdasági termékekből, a gyapjúból, és ezek mind-mind-mind elhanyagolódtak, mind-mind elfelejtődtek. Nagyanyáink tudták, nagyanyáink átadtak valamennyit még a mi generációnk számára, viszont a mai gyerek az már tévében lát mindent, számítógépen ismer. Ugye az online világban minden információt megtalál, de az, hogy mit jelent kézzel hozzáírni valamihez, és abból kihozni a legszebbet, a legjobbat és a használhatót, erre már nincsen lehetőségem. Ez a szapora hagyma vagy snidli? Bár a székelyföldi kisvárosban nem ritka az állattartás, a növénytermesztés, a táborban résztvevő gyerekek mégis sok mindenre rácsodálkoztak. Megtanultuk azt, hogy az állatokat különböző, tehát mikor megszületik, máshogy hívják, mint amikor már kifejlett állat. Amikor elaltattuk a tejet, akkor beleszúrt valamit a bácsi, amitől elaludt, és aztán amikor 20 perc vagy 10 perc letelt, akkor ilyen teljesen tele, ilyen olyan, mintha hab lett volna rajta, és fel kellett darabolni. Vannak olyan gyógynövények, amik meg is gyógyítanak téged, például a menta, a kakukkfű. Vannak olyan növények, hogy szeretik egymást, tehát segítik a fejlődésben, és egyes növények, hogyha egymás mellé kerülnek, pedig elpusztulnak. Ajakbalzsamot lehet gyógynövényekből csinálni, azt majd, hogyha felnőtt leszek, akkor majd kipróbálom. A mezőgazdász munka szépségei és nehézségei mellett a jelen szükségleteire is hangsúlyt fektettek. A nyelvtanulás is a napi program része volt. Így, amikor számba vették a tábori ajándékokat, hosszú lett a sor. A táborban nekem azt tetszett a legjobban, hogy egy csomót játszunk, kint vagyunk egész nap a friss levegőn, és tanulunk németül, ami sokat segít. Bianca édesanyja Ausztriában dolgozik, így még értékesebbnek tartja a nyelvtanulást, de az egész napos mozgást sem veti meg. Ennek következményeit a táborszervezők is örömmel vették. Ez számunkra is egy nagyon nagy felfedezés volt, hogy gyerekeknek 3 nap után izomlázuk van. Gondolom, hogy ehhez hozzájárult a 3 hónap otthonülés, tehát márciustól júniusig nagyon hosszú volt nekük otthonülni. Ugye csak engedéllyel, szülői felügyelettel mehettek ki, mivel 14 éven aluliakról beszélünk, és így ez a kis mozgás itt ezen a másfél hektáros területen nekük úgy néz ki, hogy soknak tűnt, viszont nagyon-nagyon élvezték. Vegyék észre a környezetüket, fontolgassák a természetközeli életmódhoz való visszatérést. Tudják értékelni és felhasználni azt, ami van körülöttünk, így szól a kenyérlángos mellé a gyerekeknek adott útravaló. De a szüleiknek is jutott a jó tanácsból. Megsugom, hogy a gyerekek sokkal kreatívabbak, mint mi, és sokkal elszántabb ötleteik vannak, úgyhogy a tegnap mézes kenyeret ettek fűszersóval. És közöltük, ez nagyon finom volt, úgyhogy nagyon sok mindent van, amit tanuljunk tőlük is, úgy gondolom, kreativitásból, viszont kell engedni őket, tehát úgy gondolom, hogy a szárnyaikat szabadon kell engedni, hogy tudjanak szárnyalni a gyerekek. Szárnyalni, a szépet meglátni, értékelni és kamatoztatni. Ebben volt részük a táborozóknak, a szervező Caritas Vidékfejlesztés pedig hosszú távú küldetésnek tette leget, emberpalántát nevel. Thank you.